Sziasztok! Üdvözlök mindenkit szeretettel a Nyeregallat Pizza filmes blogon. Mai filmes élménybeszámolom tárgya egy olyan film, ma a Spaghetti Western korszak újraindítását célozta meg. Érdekes belegondolni, hogy a Spaghetti Western korszak meghatározó műveit vesszük alapul, akkor Leone Dollár filmjeit és Sergio Corbucci Django filmjét tekinthetjük meghatározó mérföldkőnek. Már csak azért is, mert több mint 30 nem hivatalos Django folytatás után és több mint 20 év várakozást követően sikerült az egyetlen egy hivatalos folytatását elkészíteni a klasszikus filmnek. Mai filmem Django Due, Il Grande Ritorno, vagyis magyar címén Django visszatér. Az évszám 1987. Amint az az évszámból is kiderül, a klasszikus Spaghetti Western korszak ez időtájt már végleg lezárult. A 80-as éveknek sajnos volt egy kellemetlen velejárója az olasz filmművészetre nézve, ez pedig az, hogy behozhatatlan hátrányba kerültek az amerikai filmesekkel szemben. Ez nagyon sokszor technikai szinteken is látszódott. A film előéletét tekintve fontos adalék megemlíteni a következőket. A film készítése mögött fő cél az volt, hogy újraélesszék a Spaghetti Western korszakot. E célt hivatott beteljesíteni a Tex a mélységúra című Giuliano Gemma film is, csak sajnos az bukott a mozipénztáraknál, és nem hozta azokat a számokat, amiket vártak tőle. Így sokáig fenn volt a lehetősége annak, hogy Corbucci rendezi meg a filmet, de a Tex a mélységúra bukását követően Corbucci visszatáncolt, mert nem kívánta saját életművének egyik fő állomását ezzel kellemetlen helyzetbe hozni. A rendezői székbe egy Nello Rosati került, aki nem volt kimondott a Spaghetti Western specialista. Ugyanakkor a rendezés tekintve remekül megoldotta a feladatát. A történet dióhéjban, az öreg Django, már fehér reverendában, Ignácio agya néven tevékenykedik egy mexikói kolostorban, ám egyszer egykori szerelme kopogtat, ki halálos beteg és megkéri, hogy vigyázzon a lányára. Mindezt vonakodva meg is teszi, ám egyszer csak megtudja, hogy El Diablo foglyul ejtette őt, így elindul a kiszabadítására. Ha a történetet, illetve filmben később Franco Nero megjelenését nézzük, az Arnold Schwarzeneggeres Kommandó, illetve a Rambo 2 hatásai egyértelműen látszódnak. A film nem a Spaghetti Western előtt tiszteleg, sokkal inkább a Corbucci által kitalált Django karakter előtt. A jó hír, hogy a film meg is adja ezeket a tiszteletteljes pillanatokat a karakternek. Itt szeretném megjegyezni, hogy a Django visszatér akciófilmes erényeket csillogta, egy pillanatra sem ül le, végig izgalmas, feszült. A hangulata elégikus, depresszív. Továbbá én erényének tartom, hogy nem próbál meg feleslegesen poénkodni, végig komoly és képi világát tekintve rendkívül expresszív. Személyes jellegű élményem, hogy mikor a film főzenei témáját meghallottam, azonnal beindult bennem egy nosztalgia élmény, mivel a 90-es évek elején voltam gyermek, és a korabeli sorozatoknak nagyon hasonló hangszerelése volt, így adott a film egy hatalmas nosztalgia löketet számomra. Ha olyan elemet kellene kiemelnem, ami kevésbé tetszett, talán Christopher Connelly El Diablo karakterével kapcsolatban tudnám azt megjegyezni, hogy kicsit keveset tudunk meg a karakter motivációiról, illetve csak annyit, hogy szabad idejében ártatlan lepkéket, szúrát, gombos tűvel. Összességében a Django visszatér egy remek szórakozás, nagyszerű kikapcsolódás és méltó megemlékezés a legendás karakter előtt. Érdekességre szeretném felhívni a figyelmet a magyar szinkron kapcsán. Franco Nero magyar hangja Mihály Győző, de rajta kívül a többi szinkron színész gyakorlatilag mindenki szinkronizált mindenkit. Csak Kautsky Armand 8 különböző karakternek adta a hangját, így nagyon különleges élmény volt számomra ez a szinkron. Ugyan lehetett volna kicsit több mélységet belecsempészni, de így is végig lekötött, és rengeteget dobott rajta a nosztalgia faktor. Én egy jó szándékú 65%-ra szeretném értékelni, és tudom mindenkinek ajánlani a megtekintését. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Buona giornata a tutti!